A bölcsesség Isten céljai szerint oldja meg a helyzeteidet. A bölcsesség Isten céljai szerint oldja meg a problémáidat. A bölcsesség Isten terve szerint oldja meg az összes kihívásodat. A bölcsesség az Isten szerinti elgondolás szerint akarja megvalósítani. Ez egy meder. Ez egy meder, amelyből Isten nem fog kilépni. Az ő bölcsessége ezért bizonyos területeken diktál. Bizonyos területeken enged egy kis levegőhöz bennünket, hogy legyen meg a mi akaratunk, de azt előre mondom, hogy ha a bölcsességért kiáltasz, akkor jön vele Isten is. Ez nem csak egy gondolat, és nem csak egy megoldás, ez Istennek a személyisége. Ő bölcs Isten. A bölcsesség sokkal nagyobb, mint amit mi itt a földi létünkben feldolgozhatunk. Óriás Isten bölcsessége, kikutathatatlan Istennek a bölcsessége. Fantasztikus, hogy a belső ember, csak így eszembe jut, a belső ember úgy van felépítve, a te belső embered, az újjászületett szellemed, hogy a Krisztus értelme van benne. Ez azt jelenti, hogy Krisztus bölcsessége van benne. Tehát az új szövetség egy új típusú szövetség, már nem kint van a bölcsesség, aztán a Tórában valahogy kikutatjuk, és valami belénk jön. Hát ez egy más típusú szövetség már. Mutatni fogom, hogy milyen érdekes dolgokat is hoztam. A bölcsesség egy karizma, egy Isten nek egy ajándéka, egy természet fölötti erő. A bölcsesség egy karizma. Ha már itt vagyunk a bölcsességnél, gyorsan elmondok, megmutatom, elvezetlek négy bölcsességre. Az első bölcsesség, az van földi bölcsesség. Ezzel találkoznál, ha bölcs vagy az életben. Ehhez kapcsolódik a földi bölcsességhez például a fortélyosság, a józanság, vannak ehhez bizonyos mondások, példabeszédek magyar nyelv területén is, például, hogy józan paraszti ész, fiam, addig nyújtózkodja, amíg a takaró ér, és ezeket a mély bölcsességeket most nem fogom elindítani, amit a magyar kitalált, vagy a nemzetközi világ, de ez nagyon fontos a józanság és a bölcsesség, mert enélkül nagyon sok mindent nem fogsz tudni elérni, vagy csak ezzel tudsz elérni, hiába van mennyi bölcsességed, ha nincs agyad. Tehát ha nincs egy embernek agya, azt nem tudunk adni neki, sajnos. Erre szoktuk mondani, fiam, agyalágyult vagy, már megint mit csináltál. Ez nagyon fontos dolog az emberben, hogy ez az intelligencia, és nagyon sok ember azáltal lett milliómos, gazdag ember, hogy kapott egy ötletet, nem kellett hozzá Isten, és megvalósította ezt az ötletet. Ne nézd le a meg nem váltott embert, a meg nem váltott embert is szereti az Úr, és fölhozza neki az esőt, meg a napot, meg aztán sok minden mást is hátára, az ostort is néha. Tehát az első dolog az, hogy amit itt beszélek, amiről beszélek, hogy Istennek a munkájában benne van az emberi bölcsesség. Van isteni bölcsesség, és most figyelj, ha valahol megjelenik valakinek a szívében az Isten bölcsessége, az a hétköznapokban is át fog itatódni, józansággal és emberi bölcsességgel. Ugyanis az Isten bölcsessége egy természet fölötti hatalom, amely fölötte áll az emberi bölcsességnek. És minden, ami bölcsesség, az mennyi bölcsességből áradt egyébként, a mennyi bölcsességből, alatta van a földi bölcsesség, de a mennyi bölcsesség mennyi tud nyilatkozni a természetes életben, a természetes döntéseidben, a természetes élethelyzetedben, mert a mennyi bölcsesség az úgy konvertálódik földi bölcsességre is. Ez azt jelenti, hogy egy ember azért lehet földi létében is bölcs, mert a mennyi bölcsesség már őt elkezdte kiképezni, és nincs olyan, hogy két dimenzióval vagy, hogy mondjuk egy szerencsétlen flótás vagy a magánéletben, de Istennek olyan mély bölcsessége van, hogy mi csak állunk esik le minden egyes megnyilatkozásodkor, mert olyan számunkra tesz szavad, mint egy sáron rózsája, olyan illatos és olyan mély illatú, hogy elkápráztat bennünket az a földi és mennyi bölcsességnek a összeszerkesztés, ami benned van. Nincs ilyen. Ha van mennyi bölcsesség, akkor lesz földi bölcsesség is, és a tettekben, a család életvezetésében, a családok kormányzásában előbb-utóbb meglátható egy én életében, hogy átfordul a mennyi bölcsesség földi bölcsességé, és átfordul egy olyan prosperitássá, amiben benne van az egyről a kettőre való jutás, nem biztos, hogy egyről a háromra, de az egyről a kettőre való jutás. Mondja erre valamit. Nyugodtan ámenezzetek, ne idegeskedjetek, nem vallásos Isten tiszteleten vagyunk, és ha a vallásról beszélek, akkor tudd meg, hogy a vallásban nincs bölcsesség. A vallásban nincs bölcsesség. Még egyszer mondom, a vallásban nincs bölcsesség. Nem is lesz soha bölcsesség, ne is várj vallásban bölcsességet, mert oda nem megy be. Bekopog, de nem nyitják ki az ajtót.
Egy képesség, nem csak egy karizma, egy képesség is ugye a bölcsesség. És még egyet hozzáfűzök a józan emberi bölcsességhez, a mennyi bölcsességhez, egy harmadikat, ez pedig a bölcsességnek a beszéde. Ez az 1 Korintus 12-ben fogod megtalálni. A bölcsességnek a logosza. Tehát amikor jön a bölcsességnek a beszéde egy ember életére nézve, az egy réma, ez egy olyan kijelentés, egy olyan bátorítás az emberből, vagy mások felé, vagy saját maga felé. És amikor ez a bölcsesség megjön, akkor ez a bölcsesség, ez elkezd föl, úgymond az ugart föltöri bizonyos területeken, a szívben, és ez a bölcsesség beszéde nagyon gyorsan, nagyon gyors eredményeket tud létrehozni, mert van egy hang a mennyből, a mennyi bölcsességből ered ez a hang, kiárad a mennyből ez a bölcsesség, a szádba bekerül, kimondod, és elkezdenek átalakulni az események az életedre nézve. Mondjuk eddig volt egy vízvezetékszerelő, aztán egyszer csak rájössz arra, hát én tudok venni egy kis furgont. Ráírom, Tóth Lajos, vízvezetékszerelő. 06 30 33 3 4 2 7 7. És akkor fölhívnak téged, és azt mondják, uram, maga a Tóth Lajos, akinek kis furgonyára rá van írva, hogy vízvezetékszerelő? Igen, én vagyok az. Véletlenül ráírtam. Mondja, mit akar? Hát szeretnék egy megrendelést. Jó, jó, elég nagy megrendelés lesz. Jó, halleluja. Hova menjek? Mennyi lesz? Uram, nem tudom, hagyd menjek ki, hagyd döntsem el, mennyi lesz. Kimész, kinyitod a kezedet, rebeteszik a húzast, te meg hazamész. Ez a földi bölcsesség, a mennyi bölcsesség, ha együtt dolgozik. Hogy kapsz ilyen inspirációkat, ilyen szikrákat, hogy mit csináljál, hova menjél, hogyan boldogulj a kis hétköznapi életedben. Abban a kis szerencsétlen életed. Viccelen, de távol állj. Szerencsés életedben. Oké, halleluja. Halleluja. A bölcsesség... Ahogyan előző héten is már beszéltem róla, egy áradó folyó. Gyere, nézzünk át néhány igét, kicsit alapozzunk. Mély vizek az ember szájának szavai, hát remélem, hogy a te szádban mély vizek vannak, és nem mocskos vizek, hanem tiszta vizek. Áradó folyó a bölcsesség forrása. Áradó folyó a bölcsesség forrása. Áradó folyó a bölcsesség forrása. Tehát az Isten bölcsessége felénk mindig árad. Egy olyan folyam, ami mindig kész. Mondom, mindig kész. Mindenkinek készséggel áll rendelkezésére Isten bölcsessége. Mindenkinek készséggel árad, ha kéri. A következő ige a példabeszédek 13-14. A bölcs ember tanítása élet forrása, hogy elforduljanak a halál csapdáitól. Tehát merre visz az bölcs embernek a tanítása? Az életnek a helyére, ahol a természet fölötti élet van, és belevezet téged egy magasabb szintű minőségi életbe, egy ha valaki bölcsességből tanít. A bölcsesség az egy mély szellem. A bölcsesség az egy mély szellem, Isten bölcsessége, amelyben nincs bolondság, nincs ostobaság, nincsenek rossz döntések, nincs sikertelenség, nincs kétség, nincs félelem, nincs hitetlenség, nincs okoskodás, nincsenek magaslatok. Jön a bölcsesség, és a magaslatokat leszedi az ember elméjéből. Mert az elmén lévő magaslatok megállítják az Isten bölcsességét, Isten ismeretét, Istennek a bölcsességét. De jön a Szent Szellem, és megváltoztatja a helyzeteket. A gyülekezetnek, a karizmatikus gyülekezeteknek nagyon nagy szükségük lenne bölcsességre. Mert van úgy, hogy nem a Szent Szellem vezet bennünket, hanem a bölcsesség beszéde. Tehát az emberek várják, hogy a Szent Szellem majd hangokat halljon, és akkor majd valahogyan történik valami. De a bölcsesség megszerzése nélkül nem tud a Szent Szellem vezetni bennünket. Muszáj bölcsességnek lenni, és ez egy spirituális természet fölötti erő arra, hogy a lépéseidet célba vigye Isten. A vágyaidat célba vigye Isten. Fantasztikus, fantasztikus a bölcsesség. Nagyon-nagyon keveset ismerünk még belőle. Mert nagyon kevesen kérnek bölcsességet. Nagyon kevesen kérnek a Földön bölcsességet Istentől. Aki bölcsekkel jár, maga is bölcs lesz. Példaveszitek 13-20. De aki ostobákkal barátkozik, rossz éri. Tehát, hogyha neked nincs bölcsességed, akkor keres bölcs barátokat, akik megtanítanak téged a bölcsességre, és a bolondokat pedig hajdott, az ostobákat hajdott, mert meg fognak téged tanítani a ostoba döntésekre. Amen. Előbb-utóbb, ha valaki elkezd fejlődni egyébként egzisztenciálisan, értelmileg, kikupálódik, egyre jobban megy az élete, és meglátszik a virágzás az a körülményei között, előbb-utóbb utálni fogják azt a szemét a bolondok. Bolondok megutálják a bölcset, meggyűlölik a szívükbe. Nem bírják elviselni, hogy a döntéseit bölcsen hozza, és nincsenek ilyen cikázásai, minden évben nem gondolkodik egy új szakmáról, minden évben nem gondolkodik egy új családról, minden évben nem gondolkodik egy új gyülekezetről, minden évben nem gondolkodik egy új nem tudom milyen nagy megvalósításról, hanem van egy folytonosság az életébe. Megmutatta Isten, hogy mit csináljon, lenyugodott, és tudta jól, hogy ahol vett, ott fog aratni, elindított egy folyamatot, és ezt a folyamatot ezt nagyon szépen végig is viszi, tudja jól, hogy kell egyről kettőre menni.
A negyedik ége pedig az eszesnek bölcsessége az ő útjának megértése, vagy megítélése. A bolondoknak pedig a bolondsága öncsalás. A bolondoknak bolondsága öncsalás. Tehát amikor az ember elkezd bölcsnek lenni, akkor egyszer csak megkérdezi magától, miért jutottam ide. Egyszer csak megkérdezi a bölcsember, hogy jutottam ide. Egyszer megkérdezi majd, meri megkérdezni a bölcsember magától, miért nem ott tartok. Aztán mond olyan kérdést is, hogy miért nem előbb jutottam én oda, ahova akartam jutni. Aztán azt is megkérdezi, miért pont most jött, miért nem tegnap jött ez a dolog. Azt is megkérdezi magától, hogyan leszek holnap is bölcs, hogyan leszek holnap is sikeres. Egy bölcsember felteszi azt a kérdést, hogyan juthatok ehhez, hogyan juthatok ahhoz, Uram. Mit kell tennem, hogy nekem is legyen egy nem tudom mi. Föltesz ilyen kérdéseket, és előbb-utóbb a Szent Szellem fog válaszolni neki, hogy mit csináljon. Előbb-utóbb Isten meg fogja mutatni, hogy melyik az a szakma, melyik az a lehetőség, melyik az a földrész, melyik az a ország, melyik az a város, ahol laknia kell, ahol eljönnek az eredmények az életére nézve. Akkor tisztázzuk azt le, hogy a bölcsesség nem fog becsapni soha. A bölcsesség soha nem fog becsapni. A bölcsesség egy olyan szerszám, mondjuk tegyük föl 13-as villás, vagy 10-es, 10-es az jobb, az sok mindenre jó a 10-es villás, az egy olyan tízes villása a bölcsesség, amely mindig működik. Ráfog, meghúzod, működik. Dicsőség az Úrnak. Ráfog, meghúz, működik. Ráfog, meghúz, működik. Dicsőség az Úrnak. Higgy Isten bölcsességében. Na, végre kinyomtad magadból. Higgy Isten bölcsességében. Gyere a Jakab levél első fejezetéhez. Ó, ismerem volt az igét. Tudom én, hogy melyiket akarod felolvasni. Halleluja. De jó neked. Jakab 1. Jakab Istennek és az Úr Jézus Krisztusnak szolgálja, az elszórtan lévő 12 nemzetségnek üdvözletemet küldöm én is neked. Teljes örömnek tartsátok, atyám fiai, mikor különféle kísértésekbe estek. Tudva azt, hogy a ti hiteteknek megpróbáltatása kitartást szerez. Kitartásban pedig tökéletes cselekedet legyen, hogy tökéletesek és épek legyetek minden fogyatkozás nélkül. Ha pedig valakinek közületek nincs bölcsessége, kérje Istentől, aki mindenkinek készségesen, szemrehányás nélkül adja, és megadatik neki. De, kérje hittel, mondd velem, hogy hittel. Kérje hittel, most figyelj, itt be, kicsit az atya beszigorít, de kérje hittel, semmit sem kételkedvén, lád is azon olyan, hogy semmit. Mert aki kételkedik, hasonlatos a tenger habjához, amely a szél hajt, ide-tova hány. Mert nevéje az ilyen ember, hogy kaphat valamit is az Úrtól. A kétszívű, pontosabban kétlelkű, minden útjában álhatatlan ember. Dicsekedjék pedig idáig. Idáig. Hát azt akarom mondani először is, hogy ez az igé, ez a mennyből irodott. Tehát nem fogod tudni alulról megérteni, mennyből. Próbálom a mennybe fölmenni, aztán visszajönni neked, megmagyarázzam. Teljes örömnek tartsátok, mikor kísértésbe estek. Teljes örömnek tartsátok. Ez egy olyan koncepció, ami előre látó koncepció. Tehát azt mondja itt, teszbe vagy benne, egy nagyon nagy teszben, ez nem jött össze, az nem jött össze. Ez majdnem összejött, ez még mindig nem jött össze. Benne vagy egy teszben, a majdnem világában vagy. Majdnem, M-A-J-D-E-N, majdnem. Tehát benne vagy ebben a világban. Ebben a majdnem világában a Szent Szellem azt fogja mondani, neves. Mondom, természet fölötti, nem emberi észre megfogható, nem rációval, nem intellektuális tudással, nem a NASA-nál szerzett diplomával. Csak a szívvel érted meg ezt az igét. Mondom még egyszer. Örülj előre, mert valami jó következik az életedre nézve. Általában az ember azért örül, és Isten jóságos Isten nem azt mondja, hogy örülj, úgyis tönkremész, hanem azért mondja, mert valami jó dolog történik az életedben. Valami jót várjál, mert ha belekerültél a hitnek a tesztjébe, akkor a hit elkezd növekedni az életedre vonatkozólag. Tudom, hogy ezt nem szeretjük hallgatni, én sem szeretem hallgatni, és amikor az ember nehézségben van, olyan, mintha sokszor Guantánamon egy CIA ügynök hallgatná ki, amikor benne vagyunk a hitnek a tesztjébe, de egyszerűen, nemrég néztem egy ilyen igaz dokumentumfilmet, azt jött a Guantánamo a fejembe, hogy, és az a helyzet, hogy te azt hiszed, hogy véletlen vagy ott, de nem vagy véletlen ott, amikor kiképez Isten, mert eljött a te kiképzésednek az ideje. Eljött a kiképzésednek az ideje, neves, légy boldog, azt mondja az Úr. Azért, mert ő előre gondolkodik. A hit az előre nevet.
Nevetel? Miért nevet a hit előre? Azért, mert tudja a végét. Gyere a zsidókhoz, itt levél 4-hez, aztán visszajövünk ide. Mutatok egy igét, ami nemrég nagyon megérintett engem. Mutatom a 4-3-at. Zsidó 4-3-B, az utolsó ige rész. Holott a munkáival elkészült a világ alapjainak megvetése óta. Úgy is mondhatnám, holott a hitnek a munkáival elkészült az alapnak, a világ alapjának levettetése előtt. Még egyszer mondom, holott a munkáival, a hit munkájával elkészült a világ alapjainak megvetése óta. Még egyszer mondom, holott a hit munkáival elkészült a világ alapjainak megvetése óta. Amen. Na most, neked el kell döntened, hogy a hitnek a korszakában, mert most a eljött hit korszaka van, így fogalmaz nagyon érdekes módon Pál, és eljött a hit a törvény helyett. Hogy akarsz-e hitből élni, vagy nem akarsz hitből élni. Ha férfi vagy, nagyon férfiassá fog tenni téged a hit. Ha hölgy vagy, akkor nőiessé tesz, de én most a férfiakról beszélek, a férfiassá teszi az embert, ugyanis egy fantasztikus dolog az, amikor az ember nem csak abban hisz, amit lát, hanem amit Isten kijelent neki. Nem azt akarja megragadni csak, amit elért emberi bölcsességgel, hanem el akar érni azt, amit Isten ad mennyei bölcsességgel. Ez egy férfias erőt hoz az ember életére. Ha férfi akarsz lenni a gyülekezetekben, keresd Isten hitének a munkáját. Ugyanis az olyan szilárdá teszi az embert, azt hiszi az ember, hogy elbizonytalanítja, és ilyen ágrószakadt formává teszi, vagy vallásos őrülté a hit az embert. Nem, pont fordítva, látóvá teszi és álmodóvá. A legnagyobb erő az ember életében, egy férfi életében egy hatalmas erő az, mikor mer látni. Látni azt, amit senki más nem látja. Meri látni azt, amit Isten mutat neki. Hatalmas férfiasság és erő van arra, azzal, és megtöri a bolondságot és a magadban bízást és a hitnek a szelleme. Mikor azt mondod, hogy látni akarom azt a nagyobbat, amit Isten adott nekem, amit eltervezett. Mert nem csak arra születtem itt, hogy egy megalázott állapotban legyek. Ne fogadd el a megalázott állapotaidat. Ne fogadd azt el, hogy az állapotodban olyan életérzések vannak, hogy már megint megszégyenülök a feleség előtt, a férjem előtt, nagyanyám előtt, ükanyám előtt, meg a szomszéd előtt, meg a gyülekezet előtt. Ne fogadd el ezt az állapotodat. Isten nem erre hívott el, hogy megszégyenüljél. Arra hívott el, hogy hit embere legyél. Lásd a láthatatlan folyamatosan. Ne abban bízzál, hogy mit tudsz létrehozni, meg mit tudsz kiagyalni, hanem abban bízzál, hogyha belefogsz valamibe, Isten megáldja, akkor virágzás lesz az életedben. Kezd el azokat az igéket olvasni, mert hitről szól. Kezdj el kikutatni, hogy mit tanít Isten igéje a hitről. Mert ez a korszak a hit korszaka. Azért vagy megteremtve, hogy hitembere legyél. Nem azért, hogy egy keserű, aggodalmaskodó ember legyél, aki mindig azon büszkélkedik, hogy megint mit tudott létrehozni saját maga erejéből. Vázd le az erődet Isten hitére. Fog működni. Ne félj. Az ember életében két típusú mintázat követi. Vagy olyan volt az apád, akinek hideg mintázata volt. Lajos, mi az, hogy hideg mintázat? Egy kis pszichológia. Azt jelenti a hideg mintázat, hogy egy Brezsnyev volt az apád. Egy ilyen szocialista fejű ember, aki állandóan csak ütött, vert téged, és mondta, hogy mit kell csinálni, és hogyha nem csinálod, akkor nem szeret téged. Ezek a hideg mintázatú apák, ezek nem ölelik át a gyerekeiket, ezek a hideg mintázatú apák nem tudják megpuszulni a fejüket, ezek a hideg mintázatú apák csak elvárással rendelkeznek. Ha a férjed volt, elnézést kérek, ha ilyen volt a férjed, az ő apja is ilyen volt, számítsuk be neki, mentsük föl, örülök, hogy elváltál tőle, és ez a hideg mintázatú ember, ez soha nem fogja tudni fölemelni, vagy férfiassá tenni a gyerekeit, mert egyszerűen nem kapott meleg mintázatot. Mi a meleg mintázat? Nem gé, tehát nem meleg, hanem olyan mintázat, amikor valaki barátságos, jószívű, és látja a gyereknek a rossz tulajdonságait, de fölemeli. Tehát nem üti a szájával, hanem fölemeli. Vannak neki ilyen kuckós pillanata, amikor átöleli, bátorítja, megrázza őt, puszilgatja, stb. Ez hiányzik a mi szocialista világnézetünkből, ami volt múltkor, 30 éve, 40 éve, nem volt olyan messze. És általában ezek a férfiatlan emberek azért nem tudnak hinni, mert a szívük nagyon gyenge, érzékeny a kihívásokra. Összeesik nagyon gyorsan a szív, mert nem volt egy apa, aki mindig hitet adott neki. Nem baj, fiam, nem leszel te kukás, mehetsz tovább. Nem baj, fiam, nem baj, ha egyest hoztál, majd holnap hozol kettest. Nem azt számít, hanyas hozol, szeretlek, a fiam vagy. Nem számít, hogy mit érsz el, akkor is a fiam maradsz. Nem baj, együtt megcsináljuk.
Nem baj, hogyha nincs most pénzed, majd adok neked pénzt. Tehát, hogy nem ilyen szeretettel teljesen álltak az emberhez, ezért nagyon nehéz a hitről tanítani egy ilyen generációban, ez a volt kommunista blokkban, mert nincsenek ilyen amerikai álmok. Mert Amerikában nem arról szól a dolog, hogy épp hogy csak megcsinálom, majd talán sikerül valami. Az egy más kultúra. Sose felejtem el, Olaszországban sétáltam a szicíliai nyomor negyedbe, és tényleg ott sétáltam, és azt éreztem, hogy itt azért van ilyen állapot, mert soha az életükben nem hallottak olyat, hogy lehet belőle több is. Az nem azért van ott az a nyomor, mert ők szeretik a nyomort, hanem nem voltak olyan apák, akik kiemelték volna a gyereküket onnan, és azt mondták volna, hogy te nem idevaló vagy. Neked nem kell drogot árusítani, neked nem kell a mafiába beépülnöd, hogy sikeres legyél. Takarodj innen, menj egy másik helyre, menj el föl északra, csináld meg az életedet. Csináld meg az életet, egyszer élsz, fiam, egyszer lesz gyereked, egyszer lesz lehetőséged megcsinálni. Nem kétszer élsz a földön. Mondj erre valamit, amen? Nem tudom, miért beszéltem erről, de valakinek ezt el kellett mondani. Menjünk vissza, jó? Ez szép volt ez a blokk, halleluja. Tehát ott adok, hogy megpróbáltatás, halleluja. Tehát azt mondja az ég, hogy teljes örömnek tartsátok, atyám fiai, ti őrültek, mikor különféle kísértésekbe estek. Na ezt csak a hívők tudnak ilyet kitalálni, hogy szenvedünk, ezért boldogok vagyunk. Nem azért vagyunk boldogok, mert szenvedünk, hanem mert tudjuk jól, hogy a hitnek a próbájában vagyunk benne. És tudjuk azt, hogy a hitnek a próbájának van vége. Mert tudjuk jól, amit elkezd a hit, az bevégzi. Tudjuk jól, hogy a hit nem jazz zongorista, aki egy bárban kitalál dalt, és vagy egy régi sanzont átalakít, hanem tudjuk jól, hogy a hit elkezdi valahol, megcsinálja, és végigvisz bennünket ebben, Isten dicsőségére. Úgy, hogy a hitben bízunk, pontosabban bízunk abban, hogy Isten nem fog egyszer csak a szakadék szélén elengedni bennünket, hanem a szakadék szélén megtart bennünket, lenézünk, beszédülünk, fölnézünk az Úr, és tanuljunk tovább Isten dicsőségére. Szóval, hidd azt el, halleluja. A legnagyobb magabiztosság, ezt én találtam ki tegnap. A legnagyobb magabiztosság az, amikor Jézussal beszélgetsz és imádkozol, és majd azt mondod neki, Jézus, jó lenne, hogyha felkészülnél bizonyos dolgaimra, hogy meg ne szédülj, mert itt Isten nagy dolgai lesznek az életemben. És szeretném, Jézus, ha nem maradnál le róla, gyere velem, megmutatom, hogy kell hitből élni. Halleluja. Ez a legnagyobb magabiztosság. Mikor nem csak azért hívod be Jézust az életedbe, ó, Jézus, adj egy kis hitet, adj egy kis lehetőséget az életedbe, hanem azt, hogy gyere, már bízok az atyában, hagyd mutassam meg, hogy én is az Isten fia vagyok neked. Gyere, le fogsz csúszni a dolgokról, hogyha kimaradsz. Gyere, szedd össze magad, mert lépést kell tartanod velem. Mondj valamit erre. Ez csak hülyeség volt, nem kell idegeskedni vallásos, ne vallásoskodjál, hogy most túlzásba viszem. Csak vicceltem. Dőj hátra, halleluja. Tudván azt, hogy a hitetek megpróbáltatása kitartást szerez. Tudván azt, hogy a hitetek kipróbáltatása, megpróbáltatása kitartást szerez. A kitartásban pedig tökéletes cselekedet legyen, hogy épek legyetek minden fogyatkozás nélkül. Ez azt jelenti, hogy minden egyes próbában Istennek van egy tökéletes szándéka, hogy felnőj bizonyos területeken szellemileg. Nem tud Isten máshogy hitben megtartani, ha nem enged át a hitnek a próbájába. Ezért neked el kell tudnod képzelni azt, hogy miközben benne vagy egy próbában, a legvégére fejlődsz. A legvégére fejlődsz. Azért beszélek én magabiztosan a hitről, mert a hit majd tanít téged, nem én tanítalak téged. Majd a hit benned tanít. Mert a hit nagyobb, mint te. A hited nagyobb, mint te. A hited jobban lát, mint te. A hited jobban bízik benned, mint te. A hited sokkal jobb helyre fog vinni, mint el tudsz képzelni Isten dicsőségére. Mostában tanulom azt, hogy hogy kell az elmém korlátait kitörni. És nagyon nehéz. Nagyon nehéz, amikor megszoktál valamit, amikor a vallás beidomított, és adott egy ilyen kliséket, egy ilyen szobákat, amiben benne kell lenned. És jön Isten, és olyan dolgot fog mondani neked, ami kivesz téged a kicsi világodból. Nemrég néztem a YouTube-on egy videót arról, hogy a Föld mekkora, majd a bolygókról adott egy ilyen rajzot, majd utána a galaxisokról, és aztán pedig a galaxisok után nem tudom, hogy hívják azokat, olyan furcsa nevük vannak, ami a galaxisokon túl van. Elkezdett ilyen, a Föld bolygóján pont volt, és aztán a bolygók, aztán pedig a galaxisok, és ami a galaxisokban vannak benne, majd a galaxisoknak a galaxisai. Hát teljesen megdöbbentem, és ekkor kezdődött egy tanítás, ami mai napig tart a szívembe Istentől, hogy Isten sokkal hatalmasabb, mint amit én el tudok hinni, mint amit el tudok képzelni.
Isten sokkal hatalmasabb megoldásokat tud létrehozni, ha csak azt a főbolygóknak a nagyságáról beszélek. Érdemes megnézni. Nézd meg! Megdöbbensz, hogy mekkora a világegyetem. Felfoghatatlan. Hogy a világegyetemben van még egy világegyetem. Abban még egy világegyetem. Óriási Isten. Hatalmas, erős Isten. Ezt kell hirdetnünk Magyarországon. Nem akkora Isten, mekkora Magyarország. Nem az Európai Unió határozza meg az életünket. Mondjál egy ámen. Hanem Isten. Isten, ha kell, hogy meghatározza az ő nagyságával. Halleluja. Na, milyen lelkes vagy ma, Lali? Igen, ma lelkes vagyok, képzeld el. Menjünk tovább. Ha pedig valakinek, köztetek, nincs bölcsesség, és rátér a bölcsességre. Vált. Átvált. Azt mondja a Szent Szellem, hogy kellene bölcsesség a kitartásban. És ezt kell kérni Istentől. Ezt kell kérni Istentől. Hadd sértselek meg ma. Csak egy picit megkarcollak. Nem sértelek, inkább karcollak. Nem is fogsz vérezni. Ha soha az életedben nem kértél még bölcsességet. Akkor valószínű, nem vagy bölcs. Ugyanis a bölcsességet, mikor anyu kitolt téged, nem kaptad meg. Ugyanis a bölcsességet, mikor anyu kitolt, tudod, honnan tolt ki? Na, onnan kitolt, akkor nem jött veled bölcsesség. Hallod? Tehát amikor elvágták a köldök zsinort, akkor elvágták a bölcsességedet, és az utolsó lehetőségedet volna még egyet szívni, és jött volna a bölcsesség. De nem, mielőtt még megszívtad volna magadat, nyisz, jöttem én, és elvágtam Áronnak a köldök zsinórját. Nincs bölcsességed, nincs. Ez Istentől jön ez a bölcsesség, és azt mondja Jakab tudta, mert ő Jézusnak a féltestvére volt, tehát ő egy ilyen félisten volt. Viccelek. Jakab tudta, hogy ezt kérni kell. Ezt kérni kell, ezt a bölcsességet. Mondom még egyszer, kérni kell. Ha nem kéred, nincs bölcsességed. Ha hitben vagy benne, és nem tudod, hogy mész tovább, hogy jó, igen, lelkesítő volt az első etapot, oké, megtapsoltunk, dicsőség az Úrnak, hogy ilyen lelkes fickó vagy, de nem tudom, hogy merre, hogyan. Bölcsesség. Muszáj lesz megalázkodnod, és azt mondani, hogy megállt az emberi bölcsességem, megállt a mennyi bölcsességem, megálltak a tapasztalataim és a tudásom. Hogy mondjam el, hogy nagyon sok embernek ma Magyarországon nagyon nagy tudása van. Ott van például Orbán Viktor, ő is egy hatalmas tudása van. Vagy ott van a másik oldal, nem, ott nem találunk, de a tudás viccele. Tehát nagyon sok embernek van nagy tudása. Például ott van Orbán Viktor, mondtam már? Tehát vannak ilyen nagy tudású emberek. Mondjak, hogy még valaki... Attól, hogy valakinek, hogy neked, vegyük személyessé, karcolj meg téged. Azért, mert valakinek van tudása, az egyáltalán nem egyenlő, hogy van gyakorlati bölcsesség az életben. Lehet valakinek nagy lexikális tudása. Érthet a fizikához. Ettől függetlenül egy pancser. Az életében, a gyereknevelésben, vagy mit tudom miben. Semmi sem garancia a Földön, csak Isten bölcsessége. Mert lehet valaki fiatalon bölcs, és lehet idősen bolond. Mert még az évek sem adják meg a bölcsességet, amiről mi most beszélünk, hanem egyedül Isten tudja megadni ezt a bölcsességet. Ez az isteni bölcsesség. És azt mondja, hogy itt az ige, Jakab arra bátorít bennünket, kérje hittel, ha pedig valakinek közületek nincs bölcsessége, kérje Istentől hittel, mindenkinek készségesen és szemrehányás nélkül adja, és megadatik neki. Ez azt jelenti, hogy még ha bűnös is vagy, még ha anyagyilkos is vagy, idézőjelben, ha kérsz, Istentől bölcsességet fogsz kapni. Készséggel ad Isten bölcsességet. Nem fog szemrehányni téged. Nem fog ideges lenni, hogy mire fogod ezt a bölcsességet használni. Ha elveszíted, kapsz még egyet. De kérje hittel, semmit sem kételkedni. És itt kezdődött a probléma. Hogy kell hit által kérni bölcsességet. Még egyszer mondom, van emberi bölcsesség, ami nagyon sok területen 100%-ig működik. Nagyon sok területen embereket gazdag emberekké tette. Sikeres emberekké, boldog emberekké tette. Van olyan bölcsesség, amiről beszélek, hogy mennyi bölcsesség, ami magasabb rendű, mint a civilizációnk bölcsessége, az egész civilizációnk, mindenfajta civilizációnk bölcsessége, összes birodalom bölcsessége, ez Isten bölcsessége. És ez az Isten bölcsessége, ez egy mesterkulcs. Hogy a hit tudjon működni.
A hit általában olyan, mint egy mágnes. Ha fogsz egy mágnes, mondjuk az egy mágnes lenne, és a gémkapocsokhoz odavinnéd, akkor az összes gémkapocs, tudjátok, így fel is nyalná, vagy oda is tapadna. A hitnek mindig van alapanyaga. A hitnek mindig van alapanyaga. A hit nem magától működik. A hit hallásból jön, hallás pedig Isten igény keresztül. Ezért az a bölcsesség, amit most Jakab mond, az a bölcsesség, hogy a hithez tapasztani kell bölcsességet. Magában nem fog bizonyos sikereket elérni a hit. Lehetnek nagy álmait, de a megvalósítást és a hogyant a bölcsesség fogja megmutatni. A hogyant a bölcsesség fogja megmutatni. És Isten céljai szerint jön mindig a bölcsesség. Tehát Isten monopóliumban van a bölcsességében. És elkezdek egy pár dolgot mondani neked itt a kitartásban, hogy mit tennék a helyedben, hogyha bizonyos döntésképtelenség van az életedben. Hol lakjál, hol dolgozzál, ki legyen a párod, esetleg mi legyen a nemed, nem, ezt nem akartam mondani, stb. Tehát, hogyha ilyen nagy kérdések vannak az életedben, hogy fiú vagy a lány, akkor segítek neked. Először is, hogy a hit fogja kezelni a szituációt. A hit fogja kezelni a szituációt. Mit jelent a hit? Hit látni, belelátni Isten tervébe. Hit belelát Isten tervébe. Kezelni akarja a szellemi dolgokat a bölcsesség, kezelni akarja hit által. Kezelni szeretné, mennyei kezelés. Vannak területek, amikben nem tudsz előre menni. Tehát megállsz. És nem tudod, hogy kell tovább menni. Mert egyszerűen vége a tudásodnak, a pénzednek, a lehetőségeidnek, vége. Nem tudsz tanácsot adni se a gyerekednek, se magadnak, se másoknak. Vége. Ekkor jön Isten, és ad egy ötletet, egy szikrát ad, egy lehetőséget ad abban, hogy megerősödjön a belső embered. Ugyanis, amikor a bölcsesség jön, most figyelj, megerősíti a belső embert. Mert a bölcsesség a szívbe akar bemenni. A szívbe. És a szívben akarja kimunkálni és fölépíteni az ő gondolatait. A bölcsesség a szívet célozza, ezért szívemberré tesz téged. Bölcs ember, szívember, mert a szívét keresi az embernek a bölcsesség. A szívét. A mély bölcsesség az mindig mélyen a bölcsesség a szívet foglalja el. És amikor jön az a mély bölcsesség Istentől, akkor hidd el, hogy a bölcsesség majd utat készít magának. Engedd meg, hogy a bölcsesség utat készítsen magának. Halleluja. Nézd meg például, mi történt Mózeséknél. És betöltötte őt, akik építették az egész szent sátort, és betöltötte őt isteni szellemmel, bölcsességgel, értelemmel, ismerettel minden munkában. Látod, minden munkában az isteni szellem, az Isten szelleme bölcsességgel betöltötte őket. 2 Mózes 35-31. Betöltötte őket következő ige a szív bölcsességével. Hallod? Mondj velem együtt, szív bölcsességével. Tehát amikor valakinél lelandol a bölcsesség, bebútorozik, leteszi a bőröngyeit, akkor az az emberről azt mondja az Isten, az Istennek az igéje, hogy szívbölcsessége van. Nem fejbölcsessége van, szívbölcsessége van. Ekkor egy erős emberré változik az a személy. A bölcsesség brutál erős. Olyan erős a bölcsesség szellem, olyan stabil ember tesz egy emberből, hogy az átlag hívő azt fogja mondani, hogy el van szállva. De nincs elszállva, azért magabiztos, mert a bölcsességet választotta a büszkeség, a kevésség, a gőg és az emberi észnek a fölmagasztalása helyett. Kiszakadt az ateizmusból, a materializmusból, nem a materializmus erősíti meg az elmét, hanem az Isten bölcsessége a szívét. Mondj erre valamit! Amikor beszél az az ember, kinyitja a száját, akkor mint egy bővíző patak folyik ki belőle a bölcsesség. De miért? Azért, mert engedte, hogy befolyjon a személyiségébe, megerősítse a személyiségét, és az identitásának részesévé váljon a bölcsesség. Az a bölcsesség, ami kikutathatlan, ami Istenből fakad. Dicsőség az Úrnak. Tehát ki az erős szívű ember, aki bölcs? Aki képes arra, hogy elkezdjen építkezni. Betöltötte őket a szív bölcsességével, hogy elkészítsék minden munkáját a faragómestereknek, a takácsnak, a hímzőnek, stb. Elkészítvén mindenféle munkát, kigondolván terveket. Kigondolván terveket. Amiről ma beszélek, az természet fölötti. Ez hülyeség, pestésen baromság egy ateista ember számára. Azonban Isten létezik. És az emberrel együtt akar működni az ő bölcsességén keresztül. Aztán a következő ige, az utolsó ige, és ímé adtam mellé Ohiliovot, Dán törzséből, és minden bölcsnek a szívébe adtam bölcsességet, hogy elkészítsék mindazt, amit neked parancsoltam. Most gondold azt el, hogy Isten megparancsolja Mózesnek, hogy milyen legyen a szent sátor, ő pedig csak egyetlen egy dolgot csinál, ráteszi a kezét ezekre az emberekre, és azt mondja, bölcsesség szelleme menjen beléd. Mondom még egyszer, elmondom még egyszer. Hihetetlen.
Megkapja Mózes fönn a hegyen a látást, a látomány, hogy néz ki a menny. Isten azt mondja, hogy kopizd le. Kopizd le az egészet. Teljesen úgy nézzen ki a menny, ahogyan a föld, ahogyan a menny. Csináld meg a sátrot, mindent. Minden részét, minden egyik kegytárgyat. És akkor mondja Mózes, ezt hogy csináljam meg? Van benned egy bölcsesség szellem, amit én adtam beléd. Ami kihozta őket Egyiptomból. A bölcsesség szelleme, az az erő, az a hatalom, ami miatt te még mindig állsz. És fogd őket, megmondom kiket. Ezek az emberek képesek lesznek befogadni a szívükből a bölcsességet. És ők kigondolják majd. Majd én megsúgom nekik belülről, hogy csinálják az egészet. És egy az egyben milliméterre pontosan megcsinálták. Tökéletesen ugyanúgy van mintázva, mint a menny. Mert a menny volt lemintázva a földre. A bölcsesség szellemén keresztül. Ez a tiéd. Ez a tiéd, testvérem. Ez a te világod, ez a te lehetőséged. Visszatérve még a Jakab 1-hez, tehát a hitről beszélek, és a hitnek a szelleme az, ha párosodik, hogyha együtt dolgozik, mint két mágnes, ami nem taszítja, hanem vonza egymást a hit és a bölcsesség, akkor egy hatalmas szellemi ugrás történik az életedben. Az én életemben, és sokak életében, akkor történt a nagy ugrás, a hipertéri ugrás, akkor történt, amikor a hit és a bölcsesség együtt tudott dolgozni. Amikor nem a saját hiteddel, nem a saját bölcsességeddel, hanem Isten hitével és Isten bölcsességével léptél. Úgy vettél föl hitelt, úgy nem vettél föl hitelt. Úgy házasodtál, úgy csináltál gyereket, úgy terveztél, stb. Stb. Amikor a hit és a bölcsesség párosodott. Nem a bölcsesség az nem azt jelenti, hogy a józan észre figyelsz. Oké. Van úgy, hogy a Szent Szellem vezet, és mondjuk, tanítjuk a belső emberre, figyelj. De van úgy, hogy a Szent Szellem nem a vezetést adja, hanem a bölcsességet adja. Csak a bölcsességre kell figyelni, és nem a vezetésre. És van úgy, hogy az emberi ésszel ellentéteset mond a Szent Szellem. A bölcsességen keresztül. Gyanítom azt, hogy Magyarországon az összes olyan ember, aki meggazdagodott anyagilag, és azért mondom ezt a példát, mert hogy valamit létrehoztak, az soha nem józanul döntött, amikor kitalálta, hogy mit akar csinálni. Gyanítom, hogy soha nem előre 100 tanácsadóval egyeztetett, hogy biztos, hogy bejöjjön az a pénz. Hanem volt neki egy olyan gondolat, egy ötlete, amit egy idő után forgatott a szívébe, és úgy érezte, hogy ennek van alapja, van perspektíva, és meg lehet csinálni. És inkább kraftja volt neki, férfi ereje, mint bölcsessége hozzá. De mégis volt egy olyan gondolat, ami működőképes gondolat. Nemrég hallgattam egy vendéglátóipari zsenit, hát már a 80-as években nagy dolgokat csinált Magyarországon, a semmiből, szó szerint a semmiből, és elmagyarázta, hogy amikor jöttek a válságok, ő hogyan oldotta meg az életében a válságokat. És ez az ember földi bölcsességgel oldotta meg, és mindig tudta, hogy hogyan kell váltani. Amikor nem ment a kínai-japán étterem, miután 10 000 ember már nem volt a Váci utcában, hanem csak 500 ember volt naponta, akkor ő azt mondta, oda nézett, becsukta a szemét, mit lehet csinálni itt. Jó, oké, verjétek szét, csináljunk olasz éttermet, spagettit úgyis fog zabálni a magyar, meg pizzát, nagyon szereti, kész. Másnap, mikor kinyitott, teltház volt. Egyszerűen volt egy ötlete. Tudta jól, hogy már nem tud ebből az egész szerződésből kijönni, kihátrálni, hát akkor megoldást kell találni. Tehát amikor kényszer alatt van az ember, és nem adja föl, hanem fölvállalja az új ötletet, férfi erő van benne, és azt mondja, megcsinálom, fog működni, mert az emberrel vele lesz Isten. Nem mindig Isten szelleme fogja megmondani, hogy mit csinálja az életedben. Oda súgja, fordulj balra, jobbra, 20%-a le van értékelve a spárba, zárj el, 5 literes, rohanj, nem ezt fogja mutatni az Úr. Hanem megnézed esetleg a lehetőséget a Facebookon, jön egy hit, akkor elmész, nem gondolkozol, nem kérdezed meg, uram, megvegyem vagy ne vegyem, hanem elmész és megveszed az 5 literes Arielt, 20%-kal olcsóbban, a spárba. Érted? Tehát nem mindig az Isten azt fogja mondani neked, hogy majd vezetlek téged. Egyik lépésről a másik lépésre. Nagyon lassan foglak vezetni, mert tudom, hogy nagyon lassan döntesz. Mert vannak, lesznek lehetőségek az életedben, amit nem lehet lelassítani. Pont a Palival beszélgettem, és mondta a Pali, hogy lát embereket a elmúlt 30-40 évben, ott a Palival beszélgettem, és soha nem tudják már helyreállítani az életüket. Volt egy döntésük, nem döntöttek, hús, elment. Most van a babaváró, hús, lehet, hogy jövő héten nem lesz babaváró, mert Amerika bedob egy atomot ide, nem tudom. Lehet, hogy holnap tudsz megvenni egy Ford Fiestát. Miért? Mert holnap után megveszik. Lehet, hogy most van egy hölgy, akivel ki kell békülnöd, és fel kell építeni az életedet vele. Miért? Mert őt adta Isten. Akármit csinálsz, őt adta.
Ő lesz az egyetlen normális körülötted, meg az egész bolygón. Van úgy, hogy most van lehetőséget kibérelni egy trafikot. Most van egy lehetőség, eléd jött, neked le kell foglalnod, és stb. Miért? Azért, mert holnap után már nem lesz ott az a trafik. Nem tudom. Most van lehetőség megvenni egy lakást. Miért? Mert neked most ezt adta a lehetőséget. De nem kell azon gondolkodnod, Isten velem van-e, hallom-e az Úrnak a hangját, hanem bele kell érezned. Bele kell érezned józanul, hogy most akkor csináljam, vagy ne csináljam. Különben elmegy az élet melletted. Elmegy az élet. Most kell szeretned a párodat, nem holnap. Különben megkesedik, aztán szeresd ki a keserűségből. Most kell megcsinálni bizonyos dolgokat. Egyszer élsz ember. Egyszer. Nem kétszer. Leélheted az életed a tévé előtt. Az elmegy az életed. Mondj valamit erre. Tehát amikor józan ésszel szembe megy Isten, nagyon sokszor szembe megy. És nem érdekli a te aggodalmaskodásod. Azt mondja, vedd meg. Csináld meg. Vedd föl. Ne vedd föl. Tedd át. Nem tudom, mit mond Isten. De józan ész fölött van. Józan ész fölött van. És nincs, ha nem hallod belül a vezetést. Az Úr ezt mondja. Nem. Azt fogja mondani az Úr. Mennyi pénzed van? Havi 150 egy albérletre. Jó. Lehet kapni a környékeden olyan albérletet? Nem. Akkor menj el egy másik környékre. Te meg imádkozol. Már egy nap múlva ki kell költözni. Hát én itt szeretnék lakni. Nem tudsz lakni, mert amekkora a pénztárcád, akkora lesz a albérletárad. Mondhatod azt, hitáltal csinálod. A józan észre van szükséged. De van úgy, hogy Isten meg azt mondja, hogy józan észen kívül bérelj ki egy nagyobb lakást. De Uram, hogy fogom tudni fizetni havonta? Majd én adok arra olyan ellátást, olyan apportot a mennyből, mely majd fedezni fogja. Ha te ebben nem mész bele, akkor menj 150 ezer forintért a biztosra. A másik kerületbe. Akkor vedd ki azt. És van úgy, hogy egyszerűen be kell vállalni azt a faktort, azt a félelem faktort és az a rizikó faktort, hogy mi lesz velünk. Van úgy. Most erre nem azt mondom, hogy vállald be, hogyha gyáva vagy. Ha gyáva vagy, ne csináld meg. Akkor keresd a legkisebbet, a legaranyosabbat, a legszebbet, költözd be oda. De amikor vannak helyzetek, soha nem fogsz előre menni, ha gyáva vagy. A Földön nem lehet gyávasággal építkezni. Mindig van egy olyan faktor, ami bukóvári. És be kell vállalnod a bukóvárit. Különben nem fogsz egyről kettőre jutni. Soha nem lett senkinek nagyobb lakása, nagyobb lehetősége, ha nem vállalta be azt a rizikófaktort. Pláne Magyarországon. Magyarországon nem kiszámíthatóak a dolgok. Ezért föl kell övezned azt, hogy valamint, hogy bukó van, valamikor nincs bukó. De amikor végignézed majd az életedet, akkor látni fogod, hogy nem voltál mindig bukóba. Mondj erre valamit. Tehát egyszerűen nem lehet azt csinálni, testvérek, hogy nincs rizikó. Mert amikor te kilépsz hitben, igenis úgy fogsz kilépni hitben, hogy nincs egy filléred se a pénztárcádba. Vagy kevés van a pénztárcádba. És nem, nincs kiszámítva. Hanem Isten azt mondja, én most egy nagyot mertem álmodni, te is lépj oda, hidd el, képzeld el, hogy a téd lehet. Mondok valamit, amit a vallásos világ nem ért. Nem ért a vallásos világ. Ameddig elképzeled, addig tudsz jutni. Ha nem tudod elképzelni, soha nem lesz a tiéd. Még egyszer mondom. Ha nem tudod legalább elme szintjén befogadni, maradsz ott, ahol vagy. Szépen csendben. Sarokba. Ott ül. Addig, amíg be nem kapod a nagyobbat, addig nem mész tovább. Mondok valamit az apáknak. Tanítsd meg a gyerekedet mindig egy lépéssel előrébb elni. A következtetés a legnagyobb ajándékunk a bölcsességen keresztül. A következtetés. Hogy mindig tudod, hogy ha ő ezt a döntést hozza, bukó lesz. Mindig segíts neki megmondani, hogy kicsit máshogy gondolkodjon. A te hibádat hozd föl. Hogy ne ott legyél, ahol én, hanem legyél előrébb. Hát erre kevés apa képes. Vagy azt mondani, kevés anya, nézd meg, milyen hülyék voltunk apáddal. De te ne ezt csináljad. Nézd meg, hol tartunk apáddal, anyáddal. Lehet ezt jobban is csinálni. Neked tudnod kell, hogy van-e több abba a gyerekbe, vagy nincs több. Ha buta, akkor majd veszünk neki okosságot. Megveszünk a diplomáját. De mindegy, csak meglegyen neki, na. De muszáj lesz nagyobbat gondolnod, mint a te agyad a gyerekedbe. Hogy ne blokkolj le, és ne őt se kontrolláld.
Mert változik a világ azért. Mert minden változik. Lehet, hogy 5 évvel ezelőtt még azt mondtad, neked nem kell ház. Lehet, hogy 5 év múlva már azt mondod, kell ház. Lehet, hogy 20 évvel ezelőtt még azon gondolkodtál, hogy neked nem kell feleség vagy férj, most már kell. Minden változik. Van egy statisztika, az amerikaiak megcsinálták, hogy körülbelül 10 év alatt egy ember rohamosan tud változni. És a statisztikák alapján még a zenei stílusa, amire azt mondta, hogy ő soha nem fogja azt hallgatni. Az étkezési szokása, ő soha nem leszek vegetáriánus. A különböző, igen. Én nem eszek rozsot, ez én voltam egyébként. Roskenyeret nem fogok enni. Ez a rohadt életben mindenhol, ami állandóan roskenyeret veszek. Tehát, hogy egyszerűen annyi minden változik az életünkben, és azt gondoljuk, hogy nem változunk. Csak nem látjuk, hogy mennyi mindenben változtunk. Mennyi minden átalakult az életünkben, szokások, stb. És csodálatos az ember, hogy mindig túl tud élni, de mi nem csak túlélünk, hanem mindig előrébb jutunk. Mindig azzal foglalkozz, hogy most csótány vagy, vagy pedig Einstein. Mert a csótány az mindig túlél. Einstein pedig mindig azt mondja, amíg valaki ki tudja találni, addig meg lehet valósítani. Amíg valaki ki tudja találni, meg lehet valósítani. Halleluja. Tudom, hogy ez elég, amiket mondtam, ez elég drasztikus volt. Tudod, ha nincs alattad hatás, nem fogsz változni. Ha valaki nem mondja meg neked, nem fogsz változni. Ha valaki nem buzdít, nem fogsz előrelépni. Ha valaki nem mondja, hogy lehet több is, meg sem mered gondolni. A héten azt fogalmaztam meg magamba, ha Isten nem mondja neked, hogy van több, de nem akarsz többet. Ha Isten nem mondja meg, hogy neked azt, hogy azért akarok hatalmasat az életedbe, hatalmas csodát, hogy végre meglássa mindenki, hogy én mekkora vagyok. Vannak csodák az ember életében, egy-kettő olyan, az egész életében egy-kettő, ami muszáj, hogy hatalmas legyen. Vagy három. Muszáj, hogy hatalmas legyen. Azért, hogy mások, amikor majd megkérdezik, hogy ki a te Istened, akkor elmond a te Istenedet. Muszáj a Bibliában olyan csodákat leírni, mint Mózesnél, hogy 10 csodát tett Mózes. Azért, hogy lenyűgözze nem csak Egyiptom királyát, hanem az egész földet. A mai napig. 4000 év óta erről beszélünk, hogy Mózes milyen csodákat tett Egyiptom földjén. Muszáj, hogy meglássa a világ, a nemzetek, hogy kicsoda a te Istened. Hogy nem csak megveszi a gyereknek a legót karácsonyra. Nem csak összeteszi a legót, mert bölcsességet kapsz, nem tud összetenni a technik legót. Hanem sokkal nagyobb a mi Istenünk. Sokkal nagyobb, hogy a fiad ne nézzen rád hülyének. Ne nézzen hülyeként, hülye apa, hülye anya, nem képes megvenni egy legót. Hanem abban gondolkodjon, hogy mekkora Isten. Muszáj lenyűgözni a következő generációt. Istennek, nem neked. Istennek, nem neked. Istennek. Benned, általad. Muszáj valami olyasmit kérni Istentől, a gyülekezet számára, ami sokkal nagyobb, mint amit eddig megtapasztaltunk. Muszáj valami olyasmit kérni Istentől, amire azt tudjuk mondani, végre a 24. században is valamit csináltál, Istenem. Végre, vártuk már régóta. És még egy dolog, a Robira nézek, és eszembe jut valami, hogy nem rólad lesz szó, nyugi. Amúgy igen. De hát, hogy... az én generációm, az én világomban, az én idős szolgálók, akiktől tanultam, azok nagyon szűkszívű emberek voltak. És nem merték azt kimondani a gyülekezetnek, hogy egy férfi siker nélkül beledöglik az életbe. Egy siker nélküli férfi beledöglik az életbe. Muszáj, hogy egy férfi sikeres legyen. Muszáj. Nem bírod ki az életet. Belekeseredsz, okoskodó leszel, keserű, mindenhez értő és semmit nem ismerő, mindenkit kritizáló, mindenkinél jobban tudsz mindent, ezzel manipulálsz, te is, magadat is, a feleségedet, férjedet, engem is, mindenkit, ezzel a kritikával, ezzel előnyhöz akarsz jutni a gyülekezetben, meg akarod mondani mindenkinek, hogy mit kell csinálnia, mindig jobban tudod, hogy a másiknak mit kell csinálnia, ha valakiről hallasz, ami rosszat, meg van írva, 3 Mózes 7-7, ezt kellett volna megvallani. De figyelj ide, egy sikeres ember nem ilyen. Egy sikeres embert nem érdekli a másik nyavajája, csak akkor, ha az ő biznisze, ahogy mondja az amerikai, not my business. Az én bizniszemet csinálom. Azért mondja az amerikai, not my business, mert neki van biznisze. Mi magyarok, nekünk nincs bizniszünk, ezért a te bizniszed az én bizniszem. De az amerikainak van biznisze, azért mondja, not my business, mert én az én saját dolgaimat csinálom. És nincs időm, sok időm rád, mert akkor az én bizniszem tönkre megy.
És ugyanígy az életedben is. Nagyon fontos, hogy sikeres akar lenni. Ez benne van a Bibliában. Ha még nem vizsgáltad a siker szót a Bibliában, akkor szégyeld magad férfiként. Mert a Biblia beszél erről. A Hébernek van egy kifejezés erre. Előrelátó, sikeres, jó szerencsés. Sőt, ez a szó, ez a Héber szó azt jelenti, hogy valakire rászáll a Szent Szellem. Pontosabban rá szakad, ezt jelent a Héberben. Rá ömlik. Úgy, mint amikor Saulra rászállt a Szent Szellem és profétált. Egyszerűen rá szakad a Szent Szellem egy emberre, és egyszerűen máshogy kezd el gondolkodni. Egy gondolat, egy ötlet hoz egy lakást. A hit az könnyű, és ingyen van. A hit az könnyű, és ingyen van. Hita könnyű, és ingyen van. A bölcsesség könnyű, ingyen van, nem a tiéd, Istentől jön, ajándék. A hit az könnyű, a hit könnyen tesz csodákat. A hit könnyen tesz csodákat. A hitnek könnyű minden. Isten nem ideges, nem feszült, nem olyan, mint te, meg én. Könnyű, könnyű neki csodákat tennie. Neked könnyű csodákat megélni, ha van hited. Ha jön a hitnek a beszéde hozzád, a bölcsesség beszédén keresztül. Ha párosodik a hit és a bölcsesség, akkor egyszerűen csoda fog történni az életedben. És vége lesz a szenvedésednek. Amen. Amen. Dicsőség az Úrnak. Hit az könnyű. Könnyen jön. Csak hallanod kell. Hit hallásból van. Hallanod kell, Isten mit mond neked. Az ember elméje az, ami megállítja. Nem a démonok. Az elme. Az elmének a kontrollja. Saját magáról való kép. Saját magáról való gondolkozásmód. A családjáról való gondolkozásmód. Neked látnod kell, hogy hol leszel egy év múlva. Neked látnod kell hit által. Neked el kell kérni Istentől, hogy merre menjél. Jobbra vagy balra. El kell képzelni azt, hogy mit akar Isten adni neked. Be kell tudni fogadni. Amikor elment a 12 kém, akkor a 12 kémnek Isten ezt adta, hogy lássátok meg, hogy mit akarok adni nektek. Mondjátok el a többieknek, hogy mit akarok adni. Mert így működik csak a szellemi élet. Meglátod, és elmondod a másiknak. Meglátod, és elmondod a másiknak. Egy cég sem működik úgy, ha a vezető nem mondja el, hogy mi a víziója, hogy mit akar létrehozni. Egy cég sem fog működni, hogyha az alkalmazottak nincsenek motiválva. Mondj erre valamit. Ha az alkalmazott nincs motiválva, ő nem látja azt, hogy megéri ott lenni, jön a pénz, több pénzem lesz, lehetőségem lesznek a cégen belül, sőt, még a nyugdíjt is el tudom érni, és lesz nyugdíjam, mert stabil a cég, ott fogja hagyni a céget. Mennyivel inkább nem ad Isten bölcsességet neked, aki nem csak ebben gondolkozol, hogy lesz-e nyugdíja, vagy nem lesz nyugdíjad, hanem azzal gondolkozol, hogy Isten hogyan tud téged felemelni. Nem akartam el felemelkedésről beszélni, de éreztem most a szellememben, hogy módosítsuk egy kicsikét, hogy Isten azt akarja, hogy felemelkedés legyen az ember életében. Jöttem haza a repülőtérről a héten, valakit hoztam Amerikából, New Yorkból haza, és beszélgettünk a pénzügyekről, stb. És mondtam neki, hogy egy pár dolgot, és meg volt döbbenve, hogy itt is gondolkoztok már abban, hogy nem szabad leállni a növekedésbe, a fejlődésbe, ebbe a gyülekezetben, és nagyon-nagyon tetszett neki. Hát azt mondja, Amerikában ott nincs olyan, hogy leállás, ott nincs olyan, hogy nem megy a biznisz. Hát ez csak egy magyar stílus, hogy jó nekünk így, itt élünk, apám is szerencsétlen volt, én is az vagyok, a fiam is az, jó az, halleluja, szeressük egymást. Hát nem ilyen világot élnek, ez Magyarország, a magyar kontroll az agyadon, meg az én agyamon, meg az apám agyán, meg az anyám agyán, meg a te anyád, hát én apám, én anyám. Kükanyám, mit tudom, mi kinek? Ott van rajtuk az agyukon, ez a magyarság tudat. Jó az úgy. Lesz három csipőnk, csinálunk három malacot, veszünk, az valahogy lesz, túléljük az ukrán háborút. Sose felejtem, mert voltam disznóvágáson nemrég, és ott volt egy 80 éves figura, aki nagyon bölcsember volt. És annyira jó ízű volt vele beszélgetni, inkább ő beszélt, mert mondom neki, hogy éltél a szocba? Jól ment neked? Nézd rám. Hogy de ment volna jól. És ez a agyafurt paraszt. Ez a smart people, ez a jéghátán is megél. Bekérdeztem, ó, kár volt. Elindult a katonaságtól. Hogy már a katonaságban miket csinált. És nem mondom el, majd ha akarod elmesélem, de még a tisztje is nevetett rajta. Hogy beszél vele meg, milyen bizniszt csinál. Csak így próbálta, csak egy dolgot a katonaság, aztán megyek majd az életébe, hogy csak gyorsan elmondom, kérdezi tőle a tisztje, hogy hát ahonnan te jöttél, vannak-e szép pánták, paprika meg paradicsom? Uram, hogy ne lenne? Jelentem, hogy ne lenne? Hát tudnál lehozni nekünk palántákat? Hogy ne jelenteném, persze, hogy tudnék hozni. Hány nap alatt csinálod meg? Ha akarom egy, ha akarom négy. Attól függ.
hogy mennyit maradok otthon? Maga mennyit enged? Mert ha már otthon vagyok, akkor már pár napot otthon töltenék. Na takarodjál haza, amikor jössz, amikor nem jössz. Na ott megint csinált magának bizniszt, hozta a rossz palántákat, eladta a főnöknek, a tisztnek, katonatisztnek. És akkor beszélgettünk, és mondom, hogy jól ment magának? Hogy nem ment volna jól. Láttam, hogy ezek a faluba nem tudnak építkezni rendesen, nem tudják arrébb kotorni a dolgokat. Hát vettem egy billencset, meg vettem egy kotrót. Na, a kotró két munkahelyen volt. Kombányom arattam, plusz meg volt egy kotróm. Bárkinek bármit elvittem. Így kezdődött az egész. Aztán láttam azt, hogy ezt, azt nem tudják megcsinálni. Hát én összesporoltam pénzt, vettem még egy izét, és akkor magyarázza. Az már három munkahelyem volt, három helyről. Aztán mondták a másik földről, nem aratnád le? Learatom én, ha akarod, ennyi pénzért. Akkor már nem az államit arattam a TSZ-t, hanem a övét arattam le. És így lett. És mondom, most hogy van? Jól vagyok, köszönöm szépen. Van egy házam, meg van egy telkem, meg tanyám, ott vannak állatok, pálinkák. Amúgy 5500 ér van számomra egy liter pálinka, kéred, de? Három fajta van, fiam. Ha akarod, már megyek is érte. Óriás volt a beszélgetés, és azt mondta, hogy multimilliómos lett abból, hogy látta azt a kis lehetőségeket, és ő megfogta, megvette a TSZ-től vagy bárhonnan a gépeket, és megcsinálta a faluba. Ugye, ez emberi bölcsesség volt. És mondta, végélt az életét, tele volt pénz állandóan, azt mondta. Tele volt pénz állandóan a szocializmusban. Ez az emberi bölcsesség. Ez az emberi bölcsesség. Ma hiányzik az emberből ez a leleményesség. De a Szent Szellem az vissza tudja hozni az életedre. Amen. A bölcsesség a Salamonnál indul, egy nagyon nagy kijelentés. Azt mondja az ige, hogy nem, én ezt a Platón megmutatom nektek. Platónék hogyan gondolkoztak a bölcsességről. Platón szerint a bölcsesség forrása a csodálkozás. Rácsodálkozik az ember a világra, és elkezd gondolkozni a világról. Rácsodálkozik a világra, és elkezd elmélkedni azon, hogy milyen a világ. És a platóni gondolkozás az egy nagyon mély bölcsesség volt, már szinte okkult volt, vagy onkult is volt, de ami miatt én elhoztam ezt neked, hogy a bölcsesség a világ számára is megvan adva, és ha a világ tud csodálkozni, akkor a Szent Szellem benned is tud csodálkozni, hogy mekkora Istennek a lehetősége. Én azt mondom neked, ha nem csodálkozol azon, Isten milyen hatalmas és nagy, és mire képes, akkor bajba vagy. Bajba vagy. Mert csodálkoznod kell azon, hogy Isten milyen hatalmas Isten, és hogy veled tud lenni. Majd utána hitre kell fordulni az egésznek. Hogy ne csak csodál tárgya legyen Isten, hanem a bizalmi tárgy. A héber példabeszédek azt jelenti, másál, hogy uralkodás. Uralkodás. Ez azt jelenti, hogy a bölcsesség, ha jön valahova, akkor ott uralkodni akar. A bölcsesség, ha jön az életedre nézve, ott le akar uralni minden területet, hogy gyümölcsöző, prosperáló legyen az életed. Ő nem akar két dudás lenni egy csárdába. Ő azt szeretné, hogyha királyként viselkedne. Mert a példabeszédek uralkodni. Uralkodni jön. Azt jelenti, héberül a példabeszédek, másál uralkodás. 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 Ezáltal tudsz te is uralkodni, ha elhiszed, hogy a bölcsesség tud működni nálad. Amen. Halleluja. Halleluja. Tehát ott tartok, hogy Salamon, menjünk oda. Ó, halleluja. És adott bölcsességet Salamonnak Isten, és értelmet igen sokat, és széles szívet, amennyi a fövény, amely a tengerpartján van. És nagyobb volt Salamonnak bölcsessége, mint a Kelet fiainak bölcsességénél, Egyiptom egész bölcsességénél. Bölcsebb volt, mint minden ember, mint Étán, Hémán, Kalkó és Darda, Mahol fiai, és hírneve volt minden nemzetek között körös körül. Egyébként az apja azt mondja, azt írja Dávid a Zsoltárban, az én szám bölcsességet beszél, szívemnek elmélkedése tudomány. Tehát az történt, hogy Dávid kérte Salamont, hogy kérjen bölcsességet Istentől. Ugyanis Dávid is egy hatalmas sikerekkel teljes király volt. Leuralta az egész térséget, átvett mindenhol irányítást, és az aranyból dömping volt, a jólétből dömping volt, semmilyen szegény nem volt, semmilyen
partra vetett hal nem volt ott, senkinek nem volt elszegényedése, állandó volt a fejlődés a gazdasági, lelki, szellemi területen. Akkor a szellemi vívmánya volt, hogy a Fridláda ott volt a házánál. Egy fantasztikus fejlődésem keresztül mentek át. De Dávid tudta jól, hogy ez mind a bölcsességnek a munkája. Amikor ő magáról beszél, így mondja, nézd, Zsoltárok 49.4, az én szám bölcsességet beszél, szívemnek elmélkedése tudomány. Tehát ez az, amikor már átfordul a bölcsesség egy olyan stabil ponttá az ember személyiségébe, ha csak elmélkedik az igén, akkor tudomány jön elő. Nem bárgyú gondolkozás, nem hitetlen ostoba döntések, nem balgatagság, nem bizonytalansági faktor, hanem bizonyosság. Gondold el, hogy ő elmélkedett az igén, és tudomány jött fel a szívébe. Fantasztikus forrás lett számára a bölcsesség. Olyan tudás, amit állandóan tudott alkalmazni. Ugyanígy a Szent Szellem az Új Szövetségben is szeretné, hogy tudnád alkalmazni mindazt, amit Isten akar adni a következő korszakodra nézve. Még egy dolgot azért itt megemlítek, ha már megcsináltam ezt a táblázatot, hogy megmutatom neked, hogy mi a különbség az Ószövetség, bölcsesség és az Új Szövetség között. Nem tudom, hogy el tudod-e olvasni, de elég nagy betű, jó. Az Ószövetségben a bölcsesség az Úr félelmére irányult. Az isteni életet az Úr félelme köré szervezte, és a bölcsesség nem csak a teremtésben játszott szerepet, hanem Isten teremtő igéje, az isteni szellem és a Tórában is megjelent a bölcsességnek a munkája. És az Ószövetségben Krisztusnak a teremtéskor Istennel való társasága messze meghaladta, amit a bölcsességről vala is láttak az ószövetségi emberek, mert nem értették teljesen, hogy Krisztus hogyan volt ott a teremtéskor Istennel. De viszont az Új Szövetségben egy nagyon nagy fordulat állt be, mert nem csak az Úr félelme köré van képezve a bölcsesség, hanem a bölcsesség fejlődik az Új Szövetségben, progresszív kijelentése van a bölcsességnek, minden szövetséget fölülmúl, és még a mi szövetségünkben belül is a bölcsesség tud fejlődni, és Krisztus felé irányul, és új mintát állított föl. Ugyanis már az Új Szövetségben nem az Isten félelem köré van szerkesztve a bölcsesség, hanem Krisztusban van a bölcsesség. Mondom még egyszer, nem Krisztuson kívül van, hanem Krisztusban van az Új Szövetségben a bölcsesség, aki benned él. Krisztussal kezdődik és végződik már az Új Szövetségben a bölcsesség. Szóval nem fogod tudni megtalálni csupán erkölcsi tanításban a bölcsességet és az Isten félelmet, meg a bölcsességet, hanem csak Krisztusban fogod tudni megtalálni, aki benned él. Krisztus bölcsesség végső forrásaként azonosítja bennünk, Isten, a Krisztus a bölcsességet végső forrásként bennünk azonosítja, mert bennünk él. Krisztusban az evangélium bölcsességére irányuló tanítások vannak. Az evangéliumnak van bölcsessége, és mindez Krisztusban van. És az ószövetségi bölcsességfelfogás beteljesíti, és felülmúlja Krisztus. Sokkal nagyobb az itteni bölcsesség, mint az ószövetségi bölcsesség. Ezért azt mondom neked, hogy olyan sok rétű ez a bölcsesség, hogy még nem is láttuk ezt igazából, ami elmúlt 30 vagy 40 év kereszténységünkben. Ezzel fejezem be. Isten sokrétű bölcsessége az egyházon keresztül szeretne mennyi helyeken is ismerté válni. Ez azt jelenti, hogy mikor prédikálják a bölcsességet az egyházban, akkor a gonosz angyalok is meghallják. És helyre teszik a gonosz angyalokat a bölcsességnek a beszédei, és bizonyos dolgokat megváltoztatnak térségek fölött, és áttöréseket rendeznek át. Ez Efézus 3 alapján van. Hogy a mennyi dolgokkal bánni kell a prédikált igén keresztül a bölcsesség beszéde. És a te életedben is, amikor a bölcsesség beszédét kiszólod az imádkozásodban, akkor helyre tud állni bizonyos helyrehozhatatlan életszituáció, életvezetés, életmodell, életsorsképzés. Amikor kimondod azt, amit Isten a szívedre helyezett, és a bölcsesség beszéde utat készít számodra a sikerre. Utat készít számodra a sikerre. Utat készít számodra a sikerre a bölcsességnek a beszéde. Mert a bölcsesség hatalmasabb, mint te. A bölcsesség által építette egyébként Isten a földet. Isten a bölcsessége által fundálta a földet. A bölcsesség beszédén keresztül mondta ki, hogy legyen világosság. A bölcsesség beszédén keresztül mondta azt ki a Szent Szellemen keresztül, és a fiúval együtt, hogy milyen legyen, hogy nézzen ki az ember. Ő a bölcsesség volt ott a teremtő erőben. Ezért azt mondom neked, a bölcsesség mögött Isten teremtő ereje van. Tehát amikor Isten beszéde a bölcsességet, átadja neked, az teremtő erővel van fölruházva. Hála Istennek, hogy Isten nem gyenge, nem vézna, nem férfiatlan. Erős Isten, erős Atya, erős, aki tudja, hogy kell csinálni a dolgokat, teremteni. Ő a teremtő, és a bölcsesség beszéde mögött teremtő erő van. Készen áll számodra. Amen. Hú, Lali, menj tovább. Amen. Na, ott tartunk, hogy a bölcsesség Salamonnál megjelent, és nézzük Gébaonban, mi történt.
Gibeonban jelent meg az örökkévaló Salamonnak éjjeli álomban. És azt mondta Isten, azért jelent meg éjjeli álomban, mert általában, amikor az embernek Isten éjjel megjelen álmában, akkor őszinte. Különben hadovázik sokszor. Hát te tudod, Uram. Nem, ott őszinte mindenki, mikor fél álomban fölébreszt téged a Szent Szellem. Kérj, mit adjak neked? Kérdezte Isten. Te nagy szeretet, tehát mivel tél szolgáddal, Dávid atyámmal, tisztelet, mint ahogy járt előtted hűséggel, igazsággal, egyenes szívvel te irántad, és te megőrizted neki azt a nagy szeretetet, és fiat adtál neki, és trónján ül, ahogy van a mai napon. Most tehát örökkévaló Istenem, te tetted királynak szolgáddal Dávid atyám helyébe, én pedig kicsi vagyok, nem tudok ki és bevonulni, és szolgád néped közepette van, melyet kiválasztottál. Nagy számú nép, amely meg nem olvasható, és meg nem számlálható a sokaság miatt. Most figyelj, adj tehát szolgádnak értő szívet, hogy ítélhesse népedet, tudván különbséget tenni jó és rossz között, mert kigyőzi ítélni ezt a tömérdek népedet. Adj a te szolgádnak értő szívet, hogy ítélhesse népedet. A Károli bölcsességnek hívja, tudta jól Salamon, hogy ez a bölcsességnek a munkája, gyümölcse már, csak előrébb ment egy lépéssel, és nem azt mondta, hogy bölcsességet, hanem adj nekem olyan szívet, amely tud ítélni. Amikor Isten szétválaszt a világosságot és a sötétséget, akkor ott ítél. És a világosságra azt mondja, hogy jó, a sötétségre nem mondja, hogy jó. És amikor szétválasztotta Isten a világosságot a sötétségtől, akkor a bölcsességet mutatta meg nekünk. Hogy a bölcsességnek a bölcsesség magja azt mutatja, amikor te bibliázol, hogy mi a jó, és mi a rossz, és hogy kell szétválasztani azt, és hogy kell szeparálnod az életedben a rosszat a jótól, és hogy kell választanod a jót, ami isteni. És itt azt mondja Istennek, Salamon, hogy adj szívet, hogy ítélhesse népedet, tudván különbséget tenni jó és rossz között, mert hatalmas a te néped. Az embernek alapjáraton nincs szíve. 1, 2, 3. Az ember alapjáraton nincs szíve, nincs bölcs szíve. Akkor lesz valakinek bölcs szíve, ha kér bölcs szívet. És nincs alapjáraton jó megítélő képessége a szívednek, naivak vagyunk. Naivak. Ehhez is kell ítélő képesség, hogy megítéld nem csak magadat, hanem a sorsodat, meg a párodat is. Ne legyél kihasználható. Megítéld a környezetedet, a politikát. Mert ma a politika jobban irányítja az embereket, mint Isten. Tehát neked tudnod kell átlátni dolgokon. És neked meg kell tudni ítélni a szívedet is. Hogy ne a párod ítélje meg állandóan a szívedet, hanem te ítéld meg. És föl kell vállalnod a szívedet, amit látsz benne. Azért mondja a Salamon, hogy adjon neki ítélő szívet, mert ha saját magát nem tudja megítélni, akkor hogy tudja majd a népet megítélni? Ebbe ő belebukott később, ezért sajnos nagyon csúnya vége lett a történetének. Nézd meg, mit mond utána erre Isten. És jónak tetszett a dolog az Úr szemében, hogy Salamon ezt a dolgot kérte. Szólt hozzá Isten, most figyelj, mivel hogy ezt a dolgot kérted, és nem kértél magadnak hosszú életet, nem kértél magadnak gazdagságot, nem kérted ellenségeid életét, hanem kértél magadnak belátást, hogy megértsed a jogot, belátást, hogy megértsed a jogot. Tehát ezt nem lehet kérni, amit most kér Salamon, csak Dávidon keresztül. Tehát kellett egy olyan fazon, aki érti a bölcsességet. Én most elmondom neked, te magadtól nem tudnál kérni, ha valaki nem mondta volna el, hogy a bölcsesség egy belátó képesség. Belelás olyan dolgokba, amit az átlagember nem lát bele, hanem Isten szemüvegén látod a dolgokat. Nagyon sokszor a miniszterek a világon azért vannak egy lépéssel előrébb, mert nem tudják, hogy Isten bölcsessége rájuk száll, hogy belelássanak a dolgokba, amit egy átlagember nem lát, mert különben, ha nem segítene Isten, akkor teljes káosz lenne a Földön, és egymást pusztítanánk már el. Tehát muszáj, hogy Isten kegyelme rajta legyen bizonyos vezetőkön, hogy valahogyan fönntartsák a jó meg a rossz közötti egyensúlyt a világrendben. És ugyanúgy a szellemi életben is muszáj, hogy legyenek bölcs emberek, akik előrelátók, akik belelátnak a másik szívébe, a gyülekezet életében, hétköznapok életében, hogy lássák azt, hogy merre van az előre. Hogy ne bárgyú, bamba, jól lakott napközések legyünk, aki azt se tudja, hogy merre van az előre, Jézus jó, halleluja, amen, hanem egy értő emberek legyünk,
Istenfélő értő emberek, akik értik, hogy mit csinálnak. Értik. Halleluja. Ebből kijöjjünk. Halleluja. Hanem egy olyan világban, ne ebben a világban éljél, mint egy retardált, hanem neked legyen rálátásod a dolgokról, hogy megragadd a dolgokat, ahogy mondtam, a tízes világkulcsa. Megragadja, beteszi, meghúzza. Halleluja. Szóval ott tartunk, hogy mivel? Tudom, hogy rajtam levezze, nem baj. Nem számít, halleluja. Amúgy számít, de mégse számít. Most, mivel nem kértél magadnak gazdagságot, nem kértél ellenséged életét, hanem kértél magadnak belátást, hogy megértsd a jogot, ímé tettem szabad szerint, ímé adtam neked bölcs, értelmes szívet. Látod? Látod, ő azt mondja Isten erre, hogy én átalakítom a szívedet. Átalakítom a szívedet. Átalakítom. Kit veszem belőle a bolondságot? Az ostobaságot, az együgyűséget, az értelmetlenséget, azt a nagy fejűséget, és adok neked valódi bölcsességet, értelmes szívet úgy, hogy olyan, mint te, nem volt előtted, utána sem támad olyan, mint te. Szeretem ezeket a hatalmas dolgokat Istennél. Mikor nem azt mondja, egy olyan leszel, majdnem, mint az apád, te ütyenfogyott, te tökfej, hanem nagyobb leszel, mint amit el tudsz képzelni. Ó, Istenem, csak menne be a szívembe végre ez az ige. Azt mondja, hogy nem volt előtted, és utánad sem támad olyan, mint te. Szeretem, mikor Isten, nemrég fogalmaztam meg ezt a gondolatot. Amikor Isten megírta a Bibliát, mondjuk ez a Biblia, nem, itt van Biblia, megírta a Bibliát, és nézzük a Bibliát, Isten minden egyes ige után nem írja azt, jaj, Lajos, ne érts félre, ne haragudj. Nincs olyan ige, de a retardáltak, az őrültek, akik most majd olvassák ezt, ne értsék félre, imádkozzatok értük, mert szeretem az együgyűeket. Nincs ilyen, a történetek le vannak írva, és kész. Nem áll a felelősséget a hülyeségért Isten. Nem áll meg minden egyes sor után, és azt mondta, Lajos, tudom, hogy most nem vagy olyan jó paszban, és félre fogod érteni, és azt hiszed, hogy tiéd az örökség. Nem, ez Salamoni, nem a tiéd, bocsáss meg. És aztán tovább folytatja az írást Isten az igén keresztül. Nem, nincs ilyen ige, nincs zárójelbe, de a Tóth Lajosnak megírom, figyelj, semmi közöd itt Salamonhoz. Nem lesz annyi pénzed, mint Salamonnak, felejtsd el. Tudom, hogy ez van a szívedbe. Pont. Aztán folytatja. Nem, nincs ilyen. Egyszerűen megírta az igét, és az emberre ráteszi a felelősséget, hogy ne bolonduljon meg. Higgy el azt, ami az övé. Kutassa ki, ami az övé. És fogadj el, ami az övé. Kész. Amen. Ezért ne idegeskedjél abban, amikor arról beszélek, hogy hitáltal élni. Mi lesz valaki, hogyha nem jó hittel van? Akkor nem lesz jól hittel. Akkor tönkre megy az élete. Nem tehetsz róla. Not my business. Nem az én bizniszem, az ő biznisze. És figyelj, mit mond utánad. De azt is, amit nem kértél, adtam neked gazdagságot, dicsőséget. Úgy, hogy nem lesz olyan, mint te a senki a királyok között minden napjaidban. És ha majd jársz útjaimban, megőrizvén törvényeimet és parancsolataimat, amit jár Dávid atyád, akkor meg fogom hosszabbítani az életedet. Erre fölébredt Salamon. Hát még jó, hogy fölébredt, én is fölébredtem volna. Erre fölébredt Salamon. Én szeretném ezt a hatalmas Istent bemutatni neked most, aki nem pitiáner, nem szegény mentalitású, nem csótány, aki túlél, hanem egy valódi élő Isten, aki azt mondja, most én kiválasztalak téged, mert végre van egy ember, aki bölcs akar lenni. Hallgat az apjára, és többet akarok kihozni belőled, mint amit apád csinált. Nem tudta megcsinálni. Minden meg volt neki ígérve. Egyetlen egy dolgot kellett volna megtartania, a bölcsességet a szívébe. Eladta a szívét a nőknek, a pénznek, a bálványnak, a hitetlenségnek. Nem párosodott a hittel a bölcsesség. Nem hitt már, nem bízott a bölcsességben. Azt gondolom, minden egyes történetben, amit olvasol a Bibliában, elbuktak keresztények, vagy elbuktak Isten nagy hősei, általában a bölcsesség és az erő egyensúlyvesztése történik meg. Az bölcsesség és a hatalom egyensúlyvesztése. A bölcsesség és a kormányzás egyensúlyvesztése. Nézd meg például Sámsont. Sámson megkapja a lehetőséget, hogy hatalmas ereje legyen fizikailag. Megkapja a lehetőséget, hogy újraépítse Izraelt és a filiszteusokat legyőzze. Mi történik utána? Elmondja a bölcsességét, a titkát. Mert a bölcsességedben van a titkod. Nem értik majd az emberek, hogy tudsz egyről a kettőre jutni ilyen gyorsan. Hogy tudsz egyről a kettőre jutni és megtartani dolgokat. Hogy tudsz egyről és kettőre jutni és egyre szebb a feleséged vagy a párod. Nem érted? Hogy virágzol ebben ezen a földön? Nem mondd el senkinek. Ez Isten bölcsessége. Ez Isten bölcsességének a megtartása. Azok a szellemi szabályok, amiket kaptál Istentől. Azok a törvényszerűségek, ami szerint élsz. Amiről tudod jól, hogy egy olyan mesdje, abból ki nem mehetsz. Se jobbra, se balra. Se jobbra, se balra. Se jobbra, se balra.
Nem mehetsz, nem mehetsz ki, mert van egy, van, még egyszer. Van egy, tudom, hogy megint kinevettetek, ti hárman, látom. Nem, majd a végén, majd gyertek oda. Ki ez a testvérem? A testvérem csinálja legnagyobb. Ő csinálja, halleluja. Tehát van egy út, van egy mesdje. Tudom, hogy várod, hogy azt csinálom a lábamon, nem fogom megcsinálni. Halleluja. Sámson játszott a bölcsességgel. És tönkrement az élete. Azt mondom neked, hogy amikor például Saul és Dávid kezdődik a története, Saulnak és Dávidnak figyelmeztetlek, hogy Dávid egy naív ember volt. És azonban olyan kenet volt rajta, mert el volt hívva, hogy egy Góliáttal kezdődött a pályafutása. Mindig egy Góliáttal kezdődik a nagy áttörés az életedben is. Amíg a saját Góliátodat ki nem nyírod, addig nem lesz áttörés. Ha kinyírtad, utána már könnyebb lesz. És amikor megcsinálja az első nagy áttörését, akkor találkozik egy sunyi lóval, ez a Saullal, és ez a Saul, ez irigy lesz arra a bölcsességre, mert azt mondja az ige Dávidról, hogy értelmesen csinált sok mindent, ezért felemelte őt Isten. Előrelátó volt, smart people volt, előrelátó. És meglátta a sikerét. Mert Isten Dávidra nem csak Góliáttal való viaskodásokba szállt rá, hanem minden csatájára rászállt. Mert a bölcsesség ott volt nála. Mert előrelátó volt. Érzékelte a sikert, hogy kell megcsinálni. Taktikázott. Az Isten szelleme taktikákat adott, hogy hogyan győzze le az adott ellenséget. És amikor ez elkezdett nőni, már nem Góliátnál nő föl, hanem a csatamezőn. Mindegy, hova tették. Ez a gyerek állandóan győzött. Állandóan bölcs volt, állandóan sikeres volt. Mert a Szent Szellem rajta volt, a kenet volt rajta. Mert a kenet az mindig egyensúlyban van a bölcsességgel. Ha nincs bölcsesség, és csak kenet alatt vagy, majd mutatok egy igét zárásul, hogy akkor mi történhet veled. De ez az ember egyensúlyban volt a bölcsességgel és a kenettel. És hitt, párosodott a bölcsesség hittel. Minden csatát megnyert, halleluja. Még Jonatán is, Dávidnak, Saulnak a fia levetkőzött előtt, és azt mondta, hogy hát te vagy Isten embere, te vagy Isten embere. És most figyelj, hogy amikor pedig elkezdett a bölcsesség által fölemelkedni Dávid, Saul ment tönkre. Saul ment tönkre, Dávid pedig emelkedik. Azért, mert a bolond ember meggyűlöli a bölcsességet. Mert a bolond meggyűlöli a bölcsességet. A bolond utálja a bölcsességet. A bolond utálja a sikert. A bolond utálja a sikeres embereknek a beszédét. Nem bírja hallgatni a bolond. Mert hozzá van szokva a bolondsághoz. Ahhoz az alsó réteghez, ahol az alsó réteg beszél és gondolkodik. Testvérem, te nem arra vagy elhívva, hogy egy réteget utánozzál. Te nem arra vagy elhívva, hogy a generációsan harmad és negyedíziglen visszafelé utánozd az ő sorsukat. Nem arra vagy elhívva, hogy apád anyád sorsát utánozd. Arra vagy elhívva, hogy kiemelkedjél. Hogy ne úgy gondolkodj, mint az átlagember, hanem úgy gondolkodj, mint Isten embere. Ezért mondja Sámsonnál az ige, hogy mondja a Delilának, hogy ha lenyírod a hajamat, akkor olyan leszek, mint ember. Ha lenyírod a hajamat, olyan leszek, mint ember. Erre én ezt mondom neked. Ha elveszíted a bölcsességet, olyan leszel, mint egy ember. Ha elveszíted a bölcsességedet, olyan leszel, mint ember. De mi van, Lajos, akkor, ha nem veszítem el a bölcsességet? Akkor olyan leszel, mint Isten. Azzal a bölcsességgel operálsz. Az a bölcsességgel osztod az észt a fiaidnak, meg a lányaidnak. Azzal a bölcsességgel osztod az észt a barátaidnak. Azzal a bölcsességgel osztod az észt a szerdánként. Azzal a bölcsességgel osztod az észt az anyádnak. De ne ezt csináld, anyám, ezt csináld. Nem, ebbe fektessé bele. Miért? Mert azt akarom, hogy jó nyugdíjas éveid legyenek, és legyél gazdag, legyél boldog. Ne egy átlag nyugdíjas legyél. Mondj erre valamit. Testvérem, ha a bölcsesség rád száll, te nem fogod elviselni azt, hogy a szüleid szegények. Ha a bölcsesség rád száll, nem bírod elviselni, hogy a barátaid szegények. Ha a bölcsesség rád száll, nem bírod elviselni, hogy a szomszédod szegény. Nem bírod elviselni, mert együtt érzel vele. Mert pontosan istennivé válsz. Mert Isten együtt érez a szegénnyel, az gyomorúttal, a kifosztottal, az alul tápláltal és a számkivetettekkel. Isten nem szeret együtt érezni a szegénységgel úgy, hogy benne tartja az embert. Nem. Föl akarja emelni az embert a szegénységből. Isten irgalmas a szegényhez. Irgalmas a szegényhez. Megbocsátja neki a dolgokat, de ki is akarja emelni. Halleluja. Mert aki a szegénynek ad, neki ad. Amen.
Halleluja. Szóval ott tartok, hogy Dávid, vagy a másik hősök, vagy több hőst, most mondhatnék sok hőst, ezek az emberek mind a bölcsesség által emelkedtek egy olyan közegben, ahol egy bolond ember, vagy egy bolond emberek pedig elkezdték őket támadni. Ó, halleluja. 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 Végeztük, a mai nap végeztünk. Egy történet volt még bennem, ami egy pár történet, ami fontosnak láttam, hogy elhozzam. Igen, engedd még meg ezt, hogy Jézusnál, amikor a bölcsességet tanulmányozod, akkor látni fogod, hogy soha nem ment le a természetes síkra a beszélgetéseiben és a csodatevésében. Soha nem engedte meg azt, hogy az emberi bölcsessége őt kontrollálja. A Lukács 2-ben azt fogod látni, hogy betelt bölcsességgel és növekedett. Lukács 2:40. Betelt bölcsességgel és növekedett. Tehát a Szent Szellem betöltekezése a bölcsesség szintjén indult el az életében. Ez egy nagyon fontos titok, hogy Jézus a bölcsességgel töltekezett be. Ezek szerint a bölcsességet, ha kéred, betölt. Betölt Isten a bölcsesség szellemével. És szerettem volna hozni két igét, amit mutatok neked, hogy hogyan csinálta ő. Döbbenetes az, hogy annyira tudott figyelni, és kész volt arra, hogy a bölcsesség szóljon, és ez az, ami hiányzik nekünk, hogy beépítsük azt, hogy Isten, ha szól, akkor olyan dolgokat tud mutatni, amelyek a racionális elképzeléseinken túl van. Muszáj, hogy néha megkerülje Isten a rációt. Muszáj. Vannak itt, akiknek nem lehet gyerekük, tegyük föl. Muszáj, hogy Isten csodát tegyen. Vannak itt, akik még nem terveztek, de már el kell kezdeni tervezni gyereket. Muszáj, hogy csoda történjen. Vannak, akiknek nincs otthonuk. Muszáj, hogy otthonod legyen. Ne engedd meg a méltatlan állapotot. Ha lemondasz az életedben dolgokról, azt írtam ide, az a Szent Szellem hiánya. Ha lemondasz dolgokról az életedben, az a Szent Szellem hiánya. Mert a Szent Szellem nem fogja azt mondani, hogy ne legyen otthonod. A Szent Szellem nem fogja azt mondani, hogy ne legyen érettségie, meg diplomája a fiadnak. A Szent Szellem nem fogja azt mondani, hogy ne törj át a dolgokon, és legyél gazdagabb, mint a szüleid. Nem fogja ilyet mondani a Szent Szellem. Azért kell gazdagabbnak lenni, mint a szüleidnek, hogy ellásd őket időskorukra. Mert ha még nem voltál kórházban mostanában, akkor elküldöd a kórházba, hogy rájöjj arra, hogy sok pénzre van szükség majd a szülődnek. Sok-sok pénzre, meg sok-sok időre kivárna sort egy szülőnél, amikor betolod őt, és ott kivársz. Majd utána veszel neki egy kávét, ha 700 forintért, 1000 forintért. Majd amikor megszólal egy kis pogácsa is kell, 1201 deka, akkor ezt majd finanszíroznod kell. Testvérek, ez mind pénzbe kerül, amikor majd parkolást fizetsz, 700 forint óránként, 1000 forint, nem tudom. Majd amikor nem jól nyomod be azt a parkolási kódot, és jön a piros csekk, 15 ezer. De hogy van, anyám, ilyenkor kimondod ezt. Halleluja. Ezek az apró dolgok majd, akkor rájössz. Meg amikor temetni kell, 1,5 millió arra nincs temetés. Tehát kell a bankban lenned 1,5 millió forintnak, hogy el tud temetni a szüleidet. Egy szülőt, 2 az 3 millió. 3 az 4,5. Testvérek, ilyen az élet. Testvérek, az átlag ember ilyenekkel nem foglalkozik, azt tudod? Szoktuk Andival beszélgetni reggelente. Az átlag ember nem foglalkozik a szüleivel, csak akkor, mikor már meghal. Ja, mi volt temetem el? Ja, segítség! Jézus! Bölcsesség, ember, bölcsesség. Máté 17. Máté 17. Most nem mondd azt, hogy téged nem kell eltemetni majd. Te elpárologsz hitáltal. Máté 17. Máté 17. Máté 17:24. Három példát hozok, és vége. Mehetsz haza. Mehetsz az étteremedbe, ehetsz otthon, elheted a pogácsádat. 1 gram 1300. Máté 17:24. Mikor pedig eljutottak vala Kafarnaumba, két drakma szedők Péterhez mentek, és mondanak neki, a ti mesteretek nem fizett két drakmát. Ez egy adó volt. Mondta, igen,
És mikor bementek a házba, megelőzi őt Jézus, mondván, mit gondol Simon? A föld királya kitől szednek vámot, vagy adót? A fiaktól, vagy az idegenektől? Mondta neki Péter, hát az idegenektől szednek vámot. Mondta neki Jézus, tehát a fiak szabadok. Itt azt mondja, ez egy döbbenetes kijelentés, bölcsesség. Jézus azt mondja, hogy enyém a föld. Nekem nem kellene senkinek se adót fizetni. Enyém a föld, szabad vagyok. Nem szolga. Senkinek nem vagyok a szolgája. Senkinek. Enyém a föld, az univerzum, az összes galaxissal. Itt a hónom alatt van minden. De mivel ne botránkoztassuk meg a navot, ezért kifizetjük a lóvét. De hogy őket meg ne botránkoztassuk, menj a tengerre, vesd le egy horgot. Vondd ki az első halat, amely rá akad. Ha felnyitod a száját a halnak, a pontnak, egy stáltert találsz benne, azt vedd ki, add oda, én értem, és te érted a navosnak. Tehát mondom még egyszer. Soha ilyet nem csinált. Pétert, mondom, fejdegesítette Jézus. Mit csináljak? Hát ne haragudjál, Jézus. De évtizedek óta az apám apjának az apja. Mindenki halász volt, horgász volt, mindenki horgász volt. Mindenki horgász volt. De ilyet meg nem is hallottam, hogy az adót kiszedjük a hal gyomrából. És Péter, mivel olyan kenet alatt volt Jézus folyamatosan, hogy nem sokat tudta gondolkodni, tényleg, mert amikor nagy egy kenet egy jelenlétbe, akkor nem sokat tud gondolkodni. Egyszerűen nem tudsz gondolkodni, mert leterhel a kenetnek a súlya. Az elméden is ráfolyik, a szíveden is ráfolyik, az egész lényedre ráfolyik. Az Isten jelenlét, az ereje. Mert Isten erős, erős, hatalmas Isten. És Péter azt mondja, oké, megcsináljuk. Maga se tudta, hogy mit csinál. Kiment, megcsinálta, kihorgázta, szétnyitotta, és kiszedte azt a pénzt. És azt adta oda, gondolom lemosták előtte. De figyelj, lesz idő, van idő, vannak korszakok az életedben, vannak, nem mondom mindig, nem azt mondom, hogy csodaváró legyél, nem akarok hazudni neked a csodákkal kapcsolatban. De figyelj ide, van úgy, hogy ilyen történeteket fog Isten mutatni neked, hogy mit csináljál. Van úgy, nagyon sokszor itt tudnék mondani, nem akarok senkivel se dicsekedni, hogy őrült dolgot mondott neki Isten. Nem mondott mindig őrült dolgot. De ebben a helyzetben is Jézus azt mondja, egy halba rejtette el Isten azt a pénzt. Testvérem, miért halban rejtette el? Már megint mit csinál Isten? Már megint miért kell egy halat kifogni? Hogy nem lenne egyszerűbb, hogy csak úgy oda gurítaná az Úr? És akkor ott pont megáll az a pénz, pont Péter lábánál, és azt mondta Jézus, nézd, mi van a lábad előtt, hülye gyerek, tényleg, vedd föl, na, és vidd oda, ha nem lenne egyszerűbb? Nem így csinálta. Ezért ezt hoztam neked, ezt a dolgot. Van úgy, hogy Isten bölcsessége direkt meg akar bennünket alázni, hogy az elménk megalázkodjon, hogy nem kitaláljuk, hogy lesz a megoldás, hanem Isten hozza oda kegyelemből, hitáltal. Hogy a bölcsesség beszéde Jézusban azt mondta, fiam, hallotta az atyának a hangját, menj horgászni, mutasd meg Péternek, már megint elkezdtem a dolgokat, már megint ilyen faramuci csodát akarok csinálni, már megint nem egyszerűen, már nem innen átláthatóan, kitalálhatatlan. Hát ezt ki nem tudod találni, ezt ki nem lehet találni. Hát jön Jézus a Mester, a hatalmas, az Istennek a fia, aki az egész világ mindenség, és erre ő horgászik, kiszedik, fölvágja a gyomrát, kiszedi, lemossa, itt van, tessék. Ezt miért kellett ezt az egészet végigcsinálni? Nem tudom, miért kellett végigcsinálni. Csak az a helyzet, hogy veled is végigcsinálja. Meg velem is végigcsinálja.